Péntektől ingyen utazhatnak a BKK járatain az ukrán állampolgárok, hétfőtől pedig a nyugati téren egy erre létrehozott központban segítik majd információkkal az ideérkező menedékkérőket. A főváros jelenleg több mint 200 menekült ellátásáról gondoskodik, de a tervek szerint bővítik a létszámot. Gyénémet Erzsébetet kérdezzük. Aki itt van már a stúdióban, jó estét kívánok, köszöntöm. Engedje meg, hogy kapcsoljunk a határa, és aztán utána beszélgetünk. Varga Krisztián kollégám már napok óta ott van a határnál. Szervusz Krisztián, én egy órája hallottalak a híradóban, ha minden igaz, Lónyán vagy ott, vagy még? Szervusz György, köszöntöm az egyenes beszéd hallgatói. Továbbra is Lónyán vagyunk, és továbbra is elmondható az, hogy viszonylag kevesebben érkeznek, legalábbis az előző napokhoz képest. És ez nem csak Lónyán van így, hanem az összes többi határon is. Ezt ugye a rendőrség is megerősítette, hogy az ő adataik szerint is ma kevesebben érkeztek, legalábbis délelőtt, mint az előző napokban. Most, amit a nézők láthatnak mögöttem, mi a lónyai segélyközpontban vagyunk. Amikor a menekültek átjönnek a határon, akkor az első útjuk ide vezet. Itt ugye tudnak enni, inni, melegedni, és talán látható is mögöttem, hogy nagyon sokan, vagyis pár tucatnyian lehetnek itt. Vannak, akik beszélgetnek, vannak, akik telefonon beszélgetnek a szeretteikkel, és vannak olyanok is, akik, főleg a gyerekek, akik a telefonon játszanak. Önkéntesek és civilek is nagyon, vagyis többen vannak itt, ők segítik az eligazodást és az, hogy mindenki megkapja a megfelelő ellátást. Nemrég találkoztunk egyébként egy csapat középiskolás lánnyal is, akik az ország minden részéről jöttek ide, csak azért, hogy a tolmácsolásban segítsenek az ittenieknek, a helyi lakóknak és ugye azoknak is, akik ide érkeznek. Még ebben az épületben található egy másik rész is, azt mondjuk mögöttünk pont nem látszik, de van egy kisebb szoba, ott azok is meg tudnak pihenni, akik elfáradnak. Adományból van bőven, ezt már korábban is elmondtam, illetve egy korábbi híradóban már említettem, hogy Aranyosapátiban ma nyitottak meg egy menekült szállót, és oda továbbra is gyakorlatilag mindent várnak, amit el lehet képzelni, akár élelmiszer, ital, popsitörlő, pelenka. Olyannyira várnak adományokat, hogy ma, mivel ugye a települések összedolgoznak, Lónya 2 busznyi adományt küldött Aranyosapátinak, hogy ők is túl tudják vészelni a következő éjszakát és következő napokat. Egyelőre ennyire tudok a helyszínről beszámolni. Krisztián, köszönjük neked. Mi pedig folytatjuk itt a stúdióban Gyénémet Erzsébet főpolgármester helyettessel. Jó estét kívánok még egyszer. Jó estét kívánok. A fővárosban is rengeteg menekült érkezik. Én egy keddi adatot láttam, a BRFK adatai szerint több mint 4000-en érkeztek, ebből több mint 1500-valahány gyerek. Érezhető volt, amit esetleg Krisztián mondott, hogy most már kevesebben jönnek a fővárosba? Jönnek továbbra is. Ugye azt tudni kell, hogy nagyon sokan, amikor megérkeznek Budapestre, akkor már ott a pályaudvaron tudják, hogy hova fognak tovább menni. Vannak, akiknek abban segít a főváros, illetve a BRFK ott lévő munkatársai, hogy eljussanak a repülőtérre, van, aki az egyik pályaudvarról átmegy a másikra, és aztán vonattal utazik tovább. Ugye itt fontos azt tudni, hogy muszáj együtt dolgozni, és együtt összefogással valamilyen formában kezelni ezt a helyzetet, hiszen sokan jönnek olyanok, akik nem is tudják, hogy hova mennének, akkor tovább se akarnak menni, és valahol nekik itt Magyarországon, Budapesten, vagy valahol kell megoldani az ellátást. Hogy kell elképzelni, hogy hogy segít a főváros? Tehát a gyakorlatban mi történik, mondjuk aki nem tudja, hogy hova akar menni, megérkezik a nyugati, keleti pályaudvarba, mi történik vele? Egyrészt kint vannak a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság munkatársai, kint vannak olyan szociális munkásaink, dolgozóink nekünk, akik segítenek ebben az eligazodásba, illetve aki nem tudja, hogy hova megy, csak itt van, megérkezett Magyarországra, megérkezett Budapestre, annak különböző lehetőségeket ajánlunk föl. Az egyik az, hogy néhány napra egy átmeneti szálláson itt Budapesten kap szállást és ellátást, aki meg tudja, hogy nem szeretne már tovább menni Magyarországról, vagy nem tud tovább menni Magyarországról, őket hosszabb időre tudjuk elszállásolni. Melyik összesen a egyébként? Nem lehet, tehát nagyon sokan úgy jönnek, hogy tudják, hogy mennek tovább más nyugat-európai országban lévő rokonaikhoz, ismerőseikhez, barátaikhoz. Az a baj, hogy ezt még csak megbecsülni sem tudjuk. Nem lehet, igazából nincsenek nekünk sem adataink, de most nem is ez a fontos, hogy adataink legyenek, hanem az a fontos, hogy aki megérkezik, annak valamilyen ellátást, illetve további lehetőséget tudjuk biztosítani. Meg hogy milyen kapacitásaik vannak? Ezt akarom mondani, 32 különböző típusú
szállásunk van, ebből 10 Budapesten található, ennek döntő többsége átmeneti szállás, tehát itt egy-két éjszakát vannak a menekültek, és utána mennek tovább. Aki tudja, hogy hosszabb ideig akar menni, az majd maradni, őket pedig vidéki helyeken szállásoljuk el, ahol természetesen étkezést is biztosítunk. Nagyon sok a gyerek, ugye, ahogy a riportban is elhangzott, sokan vannak a gyerekek, elsősorban nők, édesanyák érkeznek gyerekekkel, kisebbekkel, nagyobbakkal, úgyhogy nekünk az a legnagyobb feladatunk, hogy nekik megtaláljuk a megfelelő szállást és lehetőséget. Mennyire telítettek? Most 32 ingatlant említett, az most így nagyon kevésnek tűnik laikusként. Hát igen, csak ez nem az önkormányzat feladata, azt azért szeretném hozzátenni, hogy mind a fővárosi önkormányzat, mint a kerületi önkormányzatok, hiszen együttműködünk a kerületekkel ezekben az ügyekben, ezt önként vállalt feladatként és tényleg humanitárius okok miatt csináljuk, természetesen saját forrásból. Én azt gondolom, hogy most ugyanúgy, mint ahogy a Covid-járvány volt, muszáj egészen egyszerűen összefogni és megmutatni azt, hogy Magyarország és Budapest meg bizonyos szintig meg tudja oldani a menekülteknek az elhelyezését. Most, ahogy mondtam, körülbelül 200 embernek nyújtunk tartós szállást. Eddig egy olyan 7-800 ember volt az, aki megfordult ezeken a fővárosi szállásokon, és aztán utána továbbmentek, vagy elkerültek ezekre a vidéki hosszabb elhelyezés biztosító szállásokra, és egyébként most szabadítottunk fel még kapacitásokat, tehát körülbelül olyan 2000-2500 főnek tudunk szállást biztosítani hosszabb, rövidebb időre. A főváros vár-e bármilyen felajánlást, ingatlant, vagy bármit, vagy ezt a segélyszervezetek koordinálják, a fővárosok segít, vagy lehet a fővárosnál is? Most jelen pillanatban mi egyértelműen a koordinációt vállalunk ezekben az ügyekben. Természetesen a civilek nagyon-nagyon sok adományt hoznak, nagyon sok minden oda kikerül a pályaudvarokra is, illetve hát kerülnek a menekültekhez. Én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy lesz most már egy diszpécser szolgálat a fővárosi önkormányzatnak, ez szerintem már most működik. Azt lehet, azt érdemes felhívni, ez a Menhely Alapítványnak a diszpécser szolgálata működtet ezt a telefonvonalat, illetve fogunk nyitni egy infópontot a Nyugati a téri aluljáróban. Ott minden olyan elsődleges információt megkaphatnak a menekültek, hogy milyen lehetőségeik vannak. Természetesen itt gondoskodunk arról, hogy szélessávú internet legyen, telefont tudjanak tölteni, reményeim szerint néhány számítógép is a rendelkezésükre fog állni, hiszen ők természetesen interneten tartják elsősorban a kapcsolatot az otthon lévőkkel. Az előző telefonszám, amit említett, hogy fog majd működni, oda lehet felajánlásokat tenni, vagy mire lenne a legnagyobb szükség? Igazából most én is azt mondom, mint ami a riportban elhangzott, hogy most első körben megvan mindenünk, nekünk van saját élelmező cégünk, ők ellátják a menekülteket, főleg azokon a szállásokon, ami hosszabb távra van, tehát főzni is tudunk rájuk. Illetve holnaptól ingyen utazhatnak a BKV járatain az ukrán személyigazolvánnyal, vagy útlevéllel, vagy bármilyen menekült papírral. Igazolják, igen. Itt nagyon fontos azt mondani, és ma a főpolgármester kezdeményezte ezt a kormánynál, hogy ezt a magyar útlevéllel rendelkezők, tehát a magyar állampolgárok, kettős állampolgárok, magyar állampolgárok számára akkor tudjuk csak biztosítani, hogyha nekik valamilyen külön papírjuk vagy különleges státuszuk lesz. Hiszen magyar állampolgár esetében sajnos ők kizárásra kerülnek azokból a menekült státusszal járó juttatásokból, ellátásokból, amit egyébként az ukrán papírokkal érkezők megkapnak. Úgyhogy én azt szeretném mondani mindenkinek, hogy a jó kezekben vannak, ami egy kis negatívum, és ezt is itt el kell, hogy mondjam, ez pedig az, hogy a katasztrófavédelemmel sajnos az együttműködés az akadozik, nem olyan jó, mint amilyennek kéne lennie. Én miben azt gondolom, akadozik? Hogy hát abban, hogy információ átadás, hogyan és miként oldjuk meg a menekültek szállítását mondjuk Budapesten belül, tehát itt például sokkal szorosabb együttműködésre lenne szó. Én azt gondolom, hogy a menekültek ellátása az nem elsősorban önkormányzati feladat, hanem állami feladat, és ha azt ma a miniszterelnök azt mondta lent a határszemle után, hogy mindenkit ellát a magyar állam, akkor azt gondolom, hogy ebben nem szabad az önkormányzatokat, nem csak a fővárosit, a többi önkormányzatot sem magára hagyni. Egészen egyszerűen kell ahhoz szorosabb együttműködést és segítség, hogy tényleg a legjobbik arcát mutathassa Magyarország. Érémet Erzsébet, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen, én is. Az egyenes beszédnek mindjárt vége, sőt már vége is, jön a Voks, Lampi Ági várja majd önöket, szervusz Ági!
Mi lesz ma nálatok? Szervusz Györgyi, jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. Hát izgalmas adásnak ígérkezik. Arról beszélgetünk majd, hogy hogyan változott meg Magyarország külpolitikai irányultsága a háború miatt. És nagyon érdekes lesz, mert felidézzük Orbán Viktor évekkel ezelőtti nyilatkozatait is, mármint Oroszországgal, az agresszióval kapcsolatban, hogy hogyan nyilatkozott most konkrétan a háború előtt, és miket mond azóta. Változott-e például a menekültekkel kapcsolatos hozzáállásuk? És itt lesz Bojár Gábor, aki korábban egy vitairattal jelentkezett, azt állította ebben egyébként a magyar külpolitikáról, hogy belülről verjük szét az Uniót, orosz és kínai érdekeket szolgáló trójai falu vagyunk. Ehhez képest ugye most a Fidesz képviselői megszavazták a szankciókat, Orbán Viktor pedig azt mondta, hogy most az Unió egysége a legfontosabb. Ehhez képest pedig a mai Mandineres interjújában arról beszélt, hogy a dolgok mai állása szerint Kína lesz a világ legerősebb gazdasága és katonai hatalma. Magyarországnak pedig ügyesen kell manővereznie egy ilyen időszakban, mert hogy a fölemelkedő új nagyhatalom előnyös viszonyt szeretne kialakítani. Úgyhogy érdekes lesz nagyon, kapcsoljuk majd egyébként Skype-on Jeszenszky Géza volt külügyminisztert is, és Jászberényi Sándor haditudósító pedig Kijevből jelentkezik majd. Bojár Gáboron kívül pedig itt lesz a stúdióban Radnóti András külpolitikai szakértő és Szent Ivány István, az ellenzék külpolitikai kabinettének a vezetője, úgyhogy nagyon izgalmas lesz az adás, várom Önöket. Köszönjük, Ági, maradjanak velünk, és nézzék a Voksot, én pedig holnap este várom ismét Önöket. Viszontlátásra!